Köszönöm szépen a megtiszteltetést. Az előadásom kapcsolódik részben, tehát rá csatlakozik Remes professzor előadására. Itt is szó lesz a kiválasztásról, és majd még más dolgokról. Tehát az a helyzet, hogy az űrorvostan és az űrpszichológia szorosan összekapcsolódik a kezdetektől fogva. Egy diával indítanám, ami tulajdonképpen egy ilyen narratív pszichológiai felvezető röviden, hogy a hosszú távú űrutazások nagy narratívája, életpályája már ismeretes az emberiség előtt, és pillanatnyilag úgy néz ki, hogy 4 felvonásra osztják ezt a dolgot. Tehát az a múlt és a jelen, ugye a földi űranológok, az Antarktisz, a szimulációk, most éljük, illetve a közeljövőben fogjuk élni az úgynevezett szomszédsági misszióknak a korszakát, tehát az orbitális űrhajók, a holdi és a marsi telepek, és az a furcsa dolog van, hogy a távoli jövőről és a csillagközi utazásokról való, hát részben fantazmagóriák is nagyon széles körben ismeretesek, főleg ugye filmekből és híres regényekből, irodalmakból. A jelen előadásban én 2 témára szeretnék fókuszálni. Az első akkor pontosan az előző előadást folytatnám. Ez a Right Stuff problémakör. Ez a Right Stuff, ez a NASA-nak egy szójátéka, ami most már körülbelül 50 éve ismeretes. A Stuff a cucc és a személyzettel való szójáték, és tehát most úgy áll a dolog, hogy az űrutazás korai szakaszában még rövid ideig tartottak viszonylag a küldetések, egy adott űrszervezet irányította őket, tehát oroszok vagy amerikaiak, és nem volt heterogén a legénység. Az orbitális űrállomások korában, tehát már napjainkban is már mindez megváltozott, hosszabbak a küldetések, a legénységek több nemzetiségűek és heterogének a nem a kulturális és a szakmai háttér vonatkozásában. Most ez egy picit sokszöveges dialekt, de szeretném áttekinteni, hogy Peter Sudfeld, aki egyébként egy magyar származású világhírű kanadai űrpszichológus, szerint a Right Stuff szemléletmód az elmúlt 50 évben nagy fejlődésen ment keresztül. Tehát először ugye a 3 lépéses kiválasztás volt a köztudatban, hogy kiszűrték az alkalmatlanokat, amint ugye az előző előadásban is szó volt, akkor a sok jó jelölt közül még szűkítve kiválasztották magukat a jelölteket, és a Right Stuff szakasz volt a tényleges legénységek összeállítása. És ekkor az volt az irányadó szemlélet, hogy a különböző típusú küldetések más-más személyiség szerkezetet igényelnek. Na most Peter Sudfeld tovább ment ennél, és azt vetette fel, hogy még ez sincs rendben, tehát hogy a sok jó ember közül kiválasztják a megfelelő személyiség szerkezetű közösséget, mert ez azt implikálja, hogy akkor most kiválasztottuk, és akkor most remekül működik minden. Tehát ő azt mondja, hogy nem teljesen így van, és most próbálják még ennek a részletét jobban vizsgálni. Most ide hoztam egy táblázatot, amivel nem szeretnék sokat időzni, de azt láthatjuk, hogy a hosszú távú és a rövid távú űrutazások személyiség, megkívánt személyiség szerkezete hogyan működik, tehát az LDM lenne itt a hosszú távú, tehát a mentális és érzelmi stabilitás, ugye, ahogy előző előadás mondta,
nagyon fontos. Performance, tehát a stresszteli körülmények közötti, közbeni teljesítmény, ugye, ahogy a kudarcos embernél ez nem sikerült, és azt lehet látni, hogy a csoportos együttélésnek a követelménye az nem olyan fontos. A rövid távnál viszont nagyon fontos a hosszú távnál. Most a második témakör, amiről beszélni szeretnék, az ICE csoportok. Az ICE, ugye Isolated, Confined and Extreme, tehát ez a dia azt kívánja sugallni, hogy ha megint nézzük az űrutazások, az űr felfedezéseknek a teljes életútját, vagy narratíváját, akkor azt látjuk, hogy itt sem változik gyakorlatilag semmi összességében, hiszen a különböző helyszíneken, tehát a sarkvidéken, a földi űranalógokon, a Holdon, a Marson és a generációs űrhajókon is mindenütt összezárt kis csoportokat találok. Tehát az ember ugyanaz minden ilyen helyen. Na most az ICE csoportok patológiája uralta a helyzetet, és szinte uralja csak nem a mai napig, amiben Larry Pálinkás és Peter Sudfeld nagyon sok kutatást végzett, csak úgy mellesleg jegyezném meg, hogy a Pálinkás név is picit arra utal, hogy talán ő is magyar származású, de őt nem ismerjük. Tehát azt szeretném mondani erről a diáról, ugye látszik jól, hogy ez olyan ez a dia, mint mondjuk az, hogyha valaki csinálna egy listát a földön lévő járványos betegségekről, tehát nem kap egyszerre valaki pestist is, meg maláriát is, meg covidot is, tehát ez csak egy ilyen felsorolás, egy ennél sokkal részletesebb taxonómia van, de gyakorlatilag ezek a dolgok jelentkezhetnek a hosszú távú űrutazás során, illetve a déli sarki kiskunyhoktól kezdve a Generation Shipekig. Na most ide hoztam egy nagyon kedves idézetet, amit Byrd admirálistól vettem le, 1938 az Alone című művéből, tehát ezt felolvasnám gyorsan, tehát hogy már az még mielőtt elkészíteném, ugye itt csupa válogatott jeles férfiú volt ezen a Little amerikai bázison is, és ezt írt a Byrd admirális. Már Little Amerikában is volt olyan társam, aki hallgatagságba burkolózott, mert mindenki azzal gyanúsította a másikat, hogy süttyomban átolja a holmiát az ő számára kijelölt területre. Ismertem valakit, aki csak akkor tudott enni, ha olyan helyet talált az étkezőhelyiségben, ahonnan nem láthatta a Fletcheristát, aki ez egy ilyen táplálkozás tudós volt. Minden egyes falatot 28 alkalommal megrágott, mielőtt lenyelte volna. A sarkvidéki táborban az ilyen esetek még a legfegyelmezettebb embert is képesek őrületbe kergetni. Little Amerikában töltött első telem során órákig sétálgattam egy emberrel, akit gyilkossági és öngyilkossági gondolatok foglalkoztattak, egy olyan társunk által képzelt és miatt, aki egyébként szívbéli jó barátja volt. Mindez azért, mert nincs hova megülni. Az embert mindenhol beszorítja saját tökéletlensége és társainak nyomakodó jelenléte. A túlélés során csupán azok képesek magukban bizonyos fokú boldogságot megőrizni, akik mélységesen kiaknázzák szellemi tartalékaikat, a téli álom során saját zsírjukat felemésztő állatokhoz hasonlóan. Tehát ez tulajdonképpen a Holdon is és a Marson is várható. Most a következő pár diában azt szeretném bemutatni, hogy a mi kutatócsoportunk milyen pszichológiai vizsgálatokat végzett.
Ez a dia arról szól, hogy miért űranalógok a földi szélsőséges környezeti helyszínek, például az Antarktisz. Tehát most nem olvasnám fel az egészet idő hiányában, de a lényeg az, hogy ezek a hát, jelenségek vagy problémák léteznek, és ugyanakkor az űrpszichológusok és űrorvosok között a világban van egyfajta élénk párbeszéd arról, hogy mennyire extrapolálhatók az egyes helyszíneknek a történései a következő más helyszínekre, tehát hogy egy déli sark például a holdi telepre. Bizonyos értelemben igen, más értelemben pedig nem. Tehát például a déli sarkon nincsen súlytalanság, stb. Stb. A lényeg azonban mégis az, hogy akárhova megy az emberiség ezekkel a problémákkal, pszichológiai problémákkal szembesülni kell. Na most miért, láttuk az előbbi dián, hogy miért fontosak a földi űranalógok. Az a kifejezés, hogy űranalóg, az két fogalomkört foglal magába, az egyik az űranalóg helyszínek, a másik az űranalóg szimuláció. Na most a mi munkacsoportunk, mert Balázs László kollégám alapított, most már kb. 10 éve foglalkozik űranalóg helyszíneken élő csoportok távoli pszichológiai monitorozásával, majd látunk erődiát. Tehát a földi űranalóg helyszín az nem azért van, hogy ott űrpszichológiai kísérleteket végezzenek, ott csak az a lényeg, hogy nagyon hideg van, tehát ice csoport van, be vannak zárva és elérhetetlen. Tehát ahol mi dolgoztunk, ez a Concordia volt, ahol franciák és olaszok voltak, illetve a Halley, ahol britek. Na most ez a dia mutatná azt, hogy miféle távoli vizsgálatokat végeznek, a PANASZ és a POMSZ tesztet használják leggyakrabban, ez a PANASZ, ez a Positive Negative Affect State, de egyszerűen arról van szó, hogy be kell karikázni, hogy milyen állapot 1-től 5-ig mennyire jellemző valakire. Na most a mi általunk történő tovább lépés az volt, hogy mi a szövegeket elemeztük, és most ebben nem tudnék nagyon részletesen belemenni. Volt egy Koala nevű ez a projekt, ahol ezt a Concordiát és a Halleyt néztük. Itt csak röviden felvázolnám, hogy itt a legénységeknek, tehát az antarktiszi áttelelő legénységeknek a naplóit elemeztük, és beszélni kellett a koala macihoz egy héten egyszer. Némelyek egészen függőek lettek, egy bonjour, monsieur koala, meg ilyenek, tehát nagyon elkezdtek kötődni a macihoz, és hát videónaplókat írtak. Na most röviden bemutatnék egy-egy eredményt, tehát itt ez a harmadik negyedbeli érzelmi hullámvölgy című kis ábrácska arról szól, hogy nagyon régóta van egy ilyen irodalmi vita, hogy létezik-e az, hogy a küldetés harmadik negyedében, függetlenül a küldetés idői léptékétől, ott van a legnagyobb, a legrosszabb érzelmi állapot, és nekünk az jött ki, hogy a francia-olasz, tehát a Concordiában ezt megtaláltuk, ott van a kék a hullámvölgy, és az angoloknál nem, a briteknél nem. A másik, amit látunk, az az, hogy a hospitalizáció, tehát az érzelmi elszegényedés, az is a francia-angol kutatóállomáson ugye, csökkent. Na most finomabb elemzéssel, tartalom elemzéssel a naplóban felhasznált szavakat, azt találtuk, hogy a három fő negatív érzelem közül a harag volt az, ami dominált. Tehát egymás iránti irritabilitás és harag, tehát nem szorongtak, nem voltak szomorúak, és ugye látjuk azt, hogy a Concordiában a harmadik szakaszban volt a legnagyobb a harag, hát most persze ez adta azt, hogy attól volt a legrosszabb, ugye ez a szakasz.
Viszont ami nagyon érdekes, hogy a britek a végén ugyanolyan harangosak lettek. Na most a következő dia sor az űrön aló szimulációkról szólna, amiket direkt azért hoznak létre, hogy úgy tegyenek, mintha valahol ott lennének, és ezt a képecskét azért tettem ide, hogy a magyarokat láthassuk a világban. Tehát van a Mars Society, a kedves hallgatók közül, ha szerveznek maguk között 10-12 fős vagy 6 fős csoportokat, 2 hétre el lehet menni, tehát ilyenek vannak. Na most a másik, a Mars 500 űranalóg szimuláció, hát ennek részesei voltunk. Na most itt nem naplókat írtak, hanem az orosz kollégáknak az a hagyományos vizsgáló módja, hogy a legénység és a mission control, tehát a küldetés irányító közötti kommunikáció elemzéséből vonnak le következtetéseket. Tehát ez így néz ki, ahogy látható a képen. Most ugyanitt zajlik a Sirius nevű program, ami furcsa módon nem a Siriusról, hanem Holdon való telepek szimulálásáról szól, és bemutatni két képet, tehát itt láthatjuk azt a zilip kamrát, amin kimennek a úgynevezett Mars felszínre, így néz ki egy ilyen kis legénységi kabin, itt a szerkezet, itt alul lehet látni a legénységi kis lyukacskákat, kabinocskákat, fülkéket, bocsánat, és hát itt szeretném, itt ugye a bal oldalt van, vagy más jobb oldalt, a Mission Control, hogy itt éjjel-nappal, 520 napon keresztül videók tömegén keresztül nézték, és ezt azért hoztam ide ezt a képet, mert Balázs László látható, aki ott ültek, mi sokszor voltunk kint, és ő pedig Vadim Gusin professzor úr, aki ennek az egésznek a pszichológus vezetője volt. Na most ezen a képen pedig az alsó képen az látszik, hogy van egy ilyen Mars felszín, ahova úgymond leszálltak. De nagyon furcsa módon ez a dolog is már feszültséget keltett, mert nagyon sok orosz iskolás csoport nézte ezt a Marsot, hogy ki az, aki leszállhat ezen a képletes felszínen is. Igen, na most a másik, ez csak egy ilyen vicces kép akart lenni, ez volt a legénység, hogy az a helyzet, hogy vannak ilyen a nagy közönségnek szóló közvetítések, ez az Institute for Biomedical Problems honlapján millió ilyen videó van, de mégse lehet belelátni, de tulajdonképpen a pszichológiai szövegelemzés az, ami a tényleges történéseket mutatja, tehát látjuk, hogy itt azért már fellazultak, hogy a tübitelket felveszi a parancsnok, stb. Most itt két utolsó dolgot mutatnék. Az egyik, hogy az autonómia probléma köre az, ami az orosz kollégákat nagyon foglalkoztatja, ugyanis nem mindegy az, hogy optimális-e az autonómia, mert hogyha nem, amit az előző előadásban is láttuk, hogy ott állnak tehetetlenül, és nem tudják, hogy mit csinálnak, ugye az se jó, de az se jó, hogyha túl autonómak lesznek, és mondjuk zendülés tör ki a mission control ellen. Tehát itt mi azt láttuk a szükséglet szavak számlálásával, hogy csökkentek a szükséglet szavak, tehát nőtt az autonómia. Tehát most a Siriusban azt fogjuk megnézni, hogy ez a meredekség, ez hogyan alakult. És itt az utolsó eredmény, az időtudatosság, az, hogy amikor nem történik semmi a hosszú időtartam alatt, akkor az időtudatosság romlása, mint egy kognitív probléma megjelenik. Tehát amint valami történik, akkor fölmegy, és amikor hazajönnek, akkor ugye már teljesen visszatért, tehát ez reverzibilis probléma. És itt lenne a záró diánk, ez Balázs László kollégám készítette, tehát ez lenne a jövőnek a víziója, hogy felveszik a beszélgetéseket, és akkor utána leírják, és akkor kezdődik a
tartalomelemzést, tehát így akkor a tesztek tulajdonképpen elavulnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Én pedig köszönöm szépen az előadásodat.